ARC ÉL A Rádió KORTRÉN MŰSORA ÉRDEKES EMBEREK, IZGALMAS SORSOK, TANULSÁGOS TÖRTÉNETEK ARC ÉL A SORSOK ÖNMAGUKÉRT BESZÉLNEK Arc Nagyon szeretettel köszöntöm az arcél hallgatóit. Hát egy újabb adáshoz érkeztünk, és egy olyan vendégem lesz, aki nagyon sok oldalú és sokszínű, de általában már megszokták a kedves hallgatók, hogy túl sokat nem szoktam elárulni a vendégeimről, úgyhogy egyelőre csak bemutatom Bíró Esztert, köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szerusz! Szerusz! És, és, hát az egész élettörténetedről fogunk beszélgetni. Pont most a napokban írtunk egy új ajánlót ennek a műsornak, és hogy hát mivel arcél a neve, ezért megfogalmaz azt, hogy igazából olyan életekre vagyunk kíváncsiak, hogy a mögött, az arc mögött, amit látnak a rajongók, látnak a, a, az ismert embereken, a mögött mi van, és azt a sok sikert, amit elérnek az emberek, azt hogy érik el, úgyhogy a te történetedben is erre leszünk kíváncsiak, de repüljünk vissza akkor egy picit a, a kezdetekig, és, és, és valahogy fogjuk meg azt, hogy hát te mindig is énekeltél, és talán egy interjúban el is mondtad, hogy nem tudom, ilyen 6-7 éves korodban Tudatosult benne teljesen az, hogy, hogy akkor neked az éneklés, ez egy nagy kincs. De, de ez, ez, egy, ez, amikor tudatosult, ezt úgy nagyon megfogtad, hogy akkor erre te ráfekszel, és ez lesz a te pályád, vagy csak úgy szépen sodródott minden. Én mindig úgy gondoltam, hogy vagy azt éreztem, hogy van bennem egyfajta kiválasztottság. Ezt egyébként nem csak azért mondom el, mert a Spirit fm vagyok, hanem ezt bárhol elmondanám. Azt gondoltam, hogy nekem valami dolgom van a világban, és azért is ezzel indítok, mert számomra az, hogy sikeres, amit csinálok, az jó érzéssel tölt el. Amikor nem vagyok sikeres, és kudarcaim vannak, ugyanúgy a padlóra kerülök, mint bárki más. A siker az, az nem mindig abban megfogható, hogy... Hogy mások azt mondják rólat, hogy fú, hát nem tudom, hogy érted el, és ezért, én nem mm -hmm. tudom, hogy értem el. <laughs> Illetve persze, tudom, hogy azzal értem el, hogy hiszek abban, amit csinálok. De hogyha nem énekesnő akartam volna lenni, és nem az lett volna az, amiben úgy éreztem, hogy ki tudok teljesedni, amiben meg tudom igazán mutatni magam is, hogy saját magam számára is örömet tudok szerezni. Tehát azt gondold el, hogy amikor én énekelek, akkor tényleg belül történik valami, egy, egyfajta öröm, vagy extázis, vagy, 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 olyan érzelmi hullámok, ami, ami olyan boldogságot jelent számomra, ha jól sikerül az adott koncert, meg pláne, hogy, hogy napokig tényleg a föld fölött lebegek öt centiméterrel. és ezért igazából mondanám, hogy az, hogy én ezt választottam, meg ebben akarom magam megélni, ez igazából egy önző dolog. Tehát, uh -huh. hogy... <laughs> De közben meg nem, mert hiszen, ahogy mondtam is az elején, ö, 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 azt próbáltam mindig megfejteni, hogy mi az az út, ö, miben lehetek igazán... Ö, izgalmas mások számára, de ugyanakkor mi az, ami nekem is nagyon jó, és ez lehet, hogy hat éves korom körül fogalmazódott meg, azt most így nem tudom pontosan. Én egészen pici koromban már énekeltem, és, és, és akartam, hogy engem hallgassanak meg. És emellett párhuzamosan rajzoltam is. Hm. Csak úgy gondoltam, vagy úgy éreztem, hogy az éneklés annyival erősebb dolog, amikor az ember... A, a, hangjával mond el valamit, akkor hirtelen elcsöndesülnek az emberek, legalábbis amikor én énekeltem, akkor ezt vettem észre, és akkor úgy éreztem, hogy meg vagyok hallgatva, és mondtam valamit, és akkor valakin láttam boldogságot, mosolyt, más, valakin, más valaki, elsírta magát, tehát hogy számomra a zene az olyan erősségű, ami, ami, ami a, ami által ki tudom magam fejezni. Nem uh -huh. tudom, hogy hat éves korom körül ezt én tudtam el, hogy mennyire tudatos. Ez uh -huh. szerintem nem tud ez tudatos lenni, hanem az ember, hogyha valamit érez belül, és, 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 és akkor, akkor attól lesz egy ambíció benne, akkor azt csinálja. Ez nem uh -huh. tudatosság, hanem hanem egy érzelmi felhevültség, talán. Érdekes, hogy azt mondtad az elején, hogy, hogy úgy érezted, hogy ilyen kiválasztott vagy ebben a, ezen a területen, és valamilyen szinten ez igaz is lehet, mert most így gondolkodtam azon, hogy, hogyha valakinek van egy ilyen, most csúnyán megfogalmazva, de ne is fél egy ilyen happy, -e, hogy akkor ő mindenképpen nekem mondjuk akár gyerekkorban, az egy idő után el szokott múlani. Tehát ilyen korszakok vannak az ember életében, hogy éppen mit szeret nagyon. De azt hogy nálad ez ennyire tartósan kitart, és tulajdonképpen az egész életedet így végigviszi, az igazából máshol nem is nagyon lehet indokolni, mint azzal, hogy tényleg, akkor neked abszolút ez a pályát, Ez az elhivatottságod. Igen, és ez nem lehet azt mondani, hogy, hogy ez így egy ilyen full happy történet. Uh -huh. Ez. Mert, mert nagyon sok hullámvölgy van, szóval nagyon sok olyan van, amikor te hiszel magadban. Mondjuk készítesz egy lemezt, és azt mondod, hogy na most a világon először te csinálod meg. Például egyéb ilyen rettentő nagy siker, és rettentő nagy kudarc volt nekem az első szólólem, nem második, bocsánat, az Eszter projekt, ami, ami olyan szempontból volt egy nagyon izgalmas dolog, több évig készítettük, és, és, és szerintem egy nagyon egyedi dolog, és nem csak szerintem, tehát egy nagyon szűk szakma, szakma szerint is, meg, meg emberek szerint is ez egy nagyon fontos projekt, hiszen a világ számos tájáról összegyűjtöttem zsidó dalokat, és nyolc különböző nyelven fogalmazom meg ezeket a dalokat, feldolgoztuk őket teljesen ilyen mai, nagy mondjam, elektrofúziós formában, tehát nem egy teljesen akusztikus anyagról van szó. És aztán persze ez egybefügg azzal, hogy pont amikor ezt bemutattuk, amikor kijött a lemez, akkor kellett volna, pont akkor szültem az első gyerekemet, és, és akkor kellett volna közben kimenni a VOMEX-re. Én nem tudtam utazgatni annyit, és akkor egy csomó lehetőség elveszett. Ugyanakkor bekerült ez a lemez például a New Yorki Jewish Music Research, mm -hmm. tehát egy zsidó kutatói intézetnek az, az archívumába. Tehát egy olyan mm. szakmailag, egy olyan fantasztikus helyen van, ahol hát olyan kiadványok vannak, amiket kikölcsönöznek az emberek a könyvtárba, és tanulni akarnak belőle. De de nem, tehát úgy gondolom, hogy ezt ezt, talán ezt nem tudtam kiátszani. Nagyon kevés koncert, főleg külföldön tudtam ezzel koncertet, és a mai napig bánom, mert ez egy olyan elmulasztott lehetőség, hogy valahogy azt érzem, hogy így nem vették észre az emberek, hogy, uh -huh. hogy ezt mi megcsináltuk. És aztán néha jön egy ilyen visszajelzés, hogy hogy amúgy ezt észrevették, mert jönnek levelek Ausztráliából, meg Japánból, meg mit tudom, olyan helyekről nem is gondolnád, hogy hatalmas magyar közösség él, mondjuk Ausztráliában sokan vannak azért, és jön egy visszajelzés, hogy neki ez a lemez mennyit jelentett. És akkor így elcsodálkozom, hogy ja, hogy akkor ez, ez, ez a lemeze eljutott sokakhoz, csak nekem, tehát én nem kaptam visszajelzést. Uh -huh. Na most mindegy, csak ez, ez egy félig-meddig egy sikertörténet, meg félig-meddig nem. De az. egyébként az, hogy egy művész az folyamatosan kapjon visszacsatolásokat? Igen. Uh -huh. Igen, és, és, minden szempontból, tehát és ugye sokan ezt szokták mondani a művészek közül, hogy nekik nem kellenek a díjak, meg ez nem kell, meg az nem kell, és ez szerintem azért nem igaz, mert a díj az arról szól, hogy valaki észrevette, hogy de évek óta csinálsz valamit kitartóan, nem meghátrálva a kudarcoktól, rácsapnak egyet a fejedre, és mégis tovább mész, és fölbírsz a földről, és megint elő tudsz jönni egy új projekttel, és nem igaz, hogy ez nem számít, hogy észreveszik-e, vagy uh -huh. sem. Nálam az van, hogy vannak ilyen, ilyen ö, nagyobb fellángolások, amikor nagyon észreveszik, hogy én valamit csinálok. Ez mondjuk például az állati és ABC-nél ott kaptam az első igazán nagy szakmai díjamat, a fonogramot. Mm -hmm. Előtte nem vették észre, tehát hiába játszom, 25 éve vagyok színpadon, tehát 16 évesen játszottál először is, és, 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 és azt gondolnád, hogy én bármit is kaptam a Miss Saigon című darab főszerepére, amikor az összes újság címlapján voltam, és képzeltek, semmit nem kaptam én. Mm. És ugyanazért a szerepért kés, később valaki, aki vidéki színházban ugyanazt a szerepet eljátszotta, meg kapott. <laughs> és, és nem nem semmi irítség nincs bennem, csak sajnálom, hogy mondjuk életem leg, meg, eddigi legmeghatározóbb színházi sem. tehát ezt nem, nem vették észre. És be ezeket a csalódásokat nem be tudod építeni a, a, a munkádba? Én mindent beépítek. Uh -huh. Mindent beépítek, de ö, nem is tudom nem beépíteni. Tehát, hogy Általában a művészek na, én, én nagyon érzelmes ember vagyok, szóval nem tudom, hogy más miért hagyjuk, hagyjuk a művészeket. Biztos. Szóval nem tudom, hogy mások hogy működnek. Én egyébként évek óta ö, igyekszem azért gyerekekkel foglalkozni, nem csak így a gyerekkoncertjeimen, hanem ami rettentő büszke is vagyok, hogy a Csepkő utcai gyermekotthonban most már négy vagy öt éve zsűrizek, és néha foglalkozom is a gyerekekkel, ö, az állami gondozott gyerekekkel, mm. és csinálunk nekik varázscsepp nevű ö, tehetségkutató versenyt, ami mm. nekik nagyon sokat jelent, egész évben készülnek rá, és a többi. És Minimumkor ilyen tévés, most ő régebben, mert most már nem nézek tévét ön öt éve, de amikor régebben néztem tévét, akkor azt láttam, hogy na hát ezek a tehetségkutató zsűriben ott ülnek, és akkor a, a nő, aki bent ül, halára zokogja magát, vagy mm. minden is, hogyha hát én biztos nem tudnék ilyen És hát nálam is elszakad a cél. Na, tehát én amikor amikor uh, látok egy gyönyörű szőke kislányt, aki hét vagy nyolc éves is, eszméletlen tehetséges, és úgy mond el egy verset, ami mondjuk 15 oldal hosszú, uh -huh. hogy én nem tudnám úgy elmondani, ak akkor nem tudnám. Tehát mondjuk, végig, uh -huh. tehát nem mondom, hogy az egész napot mindig végig sírom, de azért azért van bennem egy olyan, hogy egyrészt a gyerekekre rettentő érzékelmű, tehát bármi, ami gyerek téma, az, az, az kész. Most például a gyerekeim iskolájában is csinálunk egy kórust, és ott próbálok besegíteni, és kitaláltam, hogy énekeljünk el az iskola szülinapjára egy, egy dalt, ami nekem nagyon sokat jelent, uh -huh. és az a címe, hogy élni, de igazából azt jelenti, hogy túlélni, és... És elkezdték énekelni a gyerekek a próbán, és akkor mindent. Hát egyszerűen próbáltam visszatartani a könyvémet, de nem tudtam. Tehát olyan szép az, amikor a, a tiszta gyermek, aki aki még nem tudja, hogy miről szól ez a dal, ja. és fel nem fogja, hogy mennyire csodálatos, amikor egy, egy kupac gyerek csak azért, mert nagyon jó énekelni, elénekelnek egy dalt, ami az életről szól. Szóval, nem, nem tudok ennél gyönyörűbbet mondani, meg, megcsinálni. Szóval ez, ezek a dolgok nekem mind számítanak, és mind beépülnek, és és mindegy, hogy ez egy színházi szerep, vagy egy egy, egy lemez, vagy egy mm. koncert. Üm, persze, hát, hogy, hogy ne. Ö, nagyon sok olyan dolgot érintettél, amiről majd mindenképpen akarok beszélni, de azért szeretném egy picit megérteni, hogy neked például az ízlésed az hogy alakult, mert említetted itt a 16 éves pályakezdésedet és a főszerepedet a Missaigon, és, és hát az elején egyértelmű, hogy azért az, az operettekbe, mint színésznő, énekesnő, ez a kettő ötvözése, ez működött nálad. És ez azért ez az jó olyan irány, legalábbis én a iskolában úgy nőttem fel, hogyha valaki komoly zenével kezd el foglalkozni, akkor valahogy abba beleragadt, és a könnyű zenészeket, hogy mondjam, nem lenézi, de azért egy más kategóriába sorolja, mint a komoly zenéket, és fordítva is. Tehát, hogy van egy ilyen kicsit ellenállás a komoly és könnyű zene között. És akkor te elkezdesz egy ilyen komoly zenei irányt, mert az operák, az operettek tulajdonképpen. Akkor most ide... muszáj, muszáj Na korrigálnom jó, téged, jöttem. hogy én nekem nincs közöm az operetthez. Csak annyi közöm van, hogy a Budapesti Operett Színházban kezdtem, de én soha életemben nem játszottam operettben, csak műzikelben, és azért van egy nagy különbség, tehát ugye a, az o... Bocsánat, akkor a... itt. Semmi, semmi gond. Tehát ugye, hogy, ugye az operett azért egyel közelebb áll az operához, de mégis azért egy könnyed műfaj, tőlem rettentő távol áll. Egyébként van olyan operett, amit szeretek, csak hogy előadásmódban soha uh -huh. nem. Egyszer volt róla szó, hogy játszom benne, de az végülis nem jött létre, és Igen, talán azért jobb is így. Ez így meg bennem, mert amilyen darabokba te játszottál, hogy a Mozart, vagy az Operaház fantomja, azok azért klasszikusabbak. Igen, tehát az nem aparáz, az a tipikus musical, mint mondjuk egy Mamma Mia, vagy nem tudom. Tehát az igen, igen, ez, ez, ez abszolút kicsit igaz. Kicsit komolyabb. Igen, igen. Ugyanakkor megmondom őszintén, hogyha most megnézed azt, amit jelenleg játszom az operett színházban, az elfújta a szél, uh -huh. amikor eljössz gyerekkoncertemre, vagy most a Várkert bazárban az uh -huh. időmanó farsangjára akkor nem fogsz kevésbé míves zenét hallani, sőt, uh -huh. um, Sőt, az én gyereklemezeim olyan szinten vannak kigondolva és meghangszerelve, hogy nem hogy összehasonlítanó, hanem sőt, tehát, hogy, és ez, ja, ez bocsánat, ez nem nekem az érdemem, sajnos, hanem, hanem annyinak, aki egyébként szívőben a párom, de viszont az összes lemezemnek a zeneszerzője uh -huh. és hangszerelője, aki addig föl nem áll, és, és a kell hajnali háromig dolgozik, hogyha, hogy az úgy szóljon, hogy a cselló ott jöjjön be, de a hegedű az egészen máshol, és akkor utána a fúvosok mit csinálnak. Úgyhogy, úgyhogy csak azért igazítanálok ebben ki, mert, mert hogy pont, hogy a fele haladok éppen uh -huh. az életemben, hogy igaz, hogy a könnyűzenei műfajban mozgok, de annak a mives vonulatában, sőt, amin most jelenleg dolgozunk, az időmanó farsangján uh -huh. kívül, az egy, az egy kortás zenekari kórusos mű, ami, ami egy a kortárs balettnek indul, és, 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 és kórussal, és nagy zenekarral, ami már azért nehezen nevezhető könnyű de azért még mindig annak a határát súrolja. Tehát mondjuk a komoly zenészek ebben igazad van, azt mondanák, hogy ez egy könnyű zenei uh -huh. mű, talán. Na, mert ezt akarom megérteni, hogy, hogy igazából uh, ritkán látni olyat, hogy valaki mondjuk a színpadon is uh, rettenetesen tényleg ott van, és ki tudja élni magát, és amúgy a, a könnyű iparban is nagyon eredményes. Mert általában szerintem a művészek azok egy területen úgy beszűkülnek, és vannak próbálkozások ilyen kitörésre, de azért mindig megvan egy stabil pont. Neked azért ez egy ilyen nagyon tág ter színpad, mozoghatsz az életben, és ez, ez, ezt akarom megfejteni, hogy ez hogy alakult, hogy volt benned mindig egy vágy, hogy ne csak egy dolgot csinálj, hanem menj mondjuk a klezmer felé, vagy tehát, hogy annyira más stílusok ezek egymástól függetlenek, amik nagyon szépek, hogy így egymás mellett működnek a te életedben. Ez nagyon érdekes, én nem gondolkodtam ezen még el, de, de talán vissza lehet oda vezetni, ami, amiről az elején beszéltünk, ez a kiválasztottság uh -huh. kérdéséhez, hogy, hogy én azért kezdtem el énekelni, és azért kezdtem el foglalkozni, mert valami nagyon fontosat akartam elmondani. És egy idő után, amikor színházban játszol, meg hát filmen, hát az, az a legcsodálatosabb, amikor amikor hát a film az, az nekem a másik nagy szerelem, a amikor volt szerencsém a csodakra Rakóban című Igen. filmben játszani. Hát az, 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 azt szerettem tőle éveztem, és a mai napig sírom vissza, és annyira szeretnék megint filmben játszani. De hogy azt hallják valaki. Én, én is nagyon-nagyon remélem, mert imádom a filmműfaját, a tévésorozatokat, tehát már ugye ezeket a nagyon igényes uh -huh. sorozatokat, hogy, hogy mindig ezt keresgélem valahogy, hogy mi az, amiben amit csak én tudok csinálni, ami, amit csak én tudok elmondani. És az, egy idő után az ember észreveszi, tulajdonképpen Amerikából is ezért jöttem haza, tehát ott ugye eltöltöttem három évet, és, és ugye át iskolába jártam, de azért játszottam egy csomó mindent, amikor az ember észreveszi egyrészt, hogy pótolható, Uh -huh. Tehát, hogy ott állnak mögötte a következő emberek, akiket most, ha éppen aznap nem vagyok jól, akkor beugrikik XY, és igazából senki nem fog reagálni, mert biztos, hogy ő is legalább olyan jól el fogja énekelni. Lehet, hogy nem úgy játsza, de az adott közönség, az majd, majd nekik ő is fog tetszeni. És, és ugyanezt éltem meg itt is, hogy én nagyon-nagyon szeretek színházba játszani, tehát most azoknak üzenem, akik azon élkül, hogy akkor most bíró ezt, soha többet nem fog színházba játszani. Nem igaz, nagyon Szeretem, amikor nem én rendezek, és azt is szeretem, amikor van egy kéz darab, és kapok egy kortát, sőt, imádom, mert számomra ez a felüdülés, hiszen nem nekem kell megfejteni, és éjszakánként világítani, és, és aggódni, hogy úristen, hogy, hogy fogjuk eladni egyeket, uh -huh. hogy hogy fog uh, sikerülni, hiszen nem csak az én munkámon uh, múlik az egész. Úgyhogy nagyon szeretek színházban játszani, csak mindig arra uh, vágyom, és azt, azt próbálom kiteljesíteni, azt a gyerekkori álmomat, hogy olyat tudjak mondani, ami Előtem előttem még nem mondtak, és ez biztos, hogy egy nagyon közhelyes dolog, és biztos mindenki más is ezt akarja, de, de talán ezért születnek az újabb és újabb projektek, mert vannak olyan zenék, meg olyan produkciók, amik kikívánkoznak. Magaddal szemben nincs egy ilyen, egy ilyen nyomás, vagy egy presszió, vagy nincs egy frusztráció benned, hogy, 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 most nagyon ki akarom előszakolni, mit akarok mondani, de, de úgy nem megy. De van, de van. Ez, ez a legnagyobb problémám. Ez úgy fel? Nagyon nehezen. <laughs> Nekem talán, talán most, most az a idézőjeles terápia, amit magammal szemben csinálok, az az, hogy nagyon próbálom lefoglalni az energiáimat. Uh -huh. Tehát ugye nálunk előadó művészeknél, vagy művészeknél, ugye az évvégi időszak az rettentő. Tehát nem alszunk, nem eszünk, nem iszunk, nyomjuk, egymás után jönnek a... a... Robot üzemmond. Hát nagyon sok, tehát nekem is ugye tavaly, ugye a Várkert bazárban elkezdtük Igen. ezt a sorozatot az időmanó adventjével, aztán folytattuk a, az, az időmanó szilveszterével, és köztettele voltunk Mikulás koncertekkel, karácsonyi koncertekkel, tehát hogy egyszerűen megállás nélkül. Januárban ezt igazán nem tudtuk kipihenni. És már is készülünk ugye erre a farsangira, és készül a kórusmű, és készül mindenféle, és, és közben meg nincs annyi fellépés. Tehát nincs az, hogy még plusz arra is kell készülnöm. Uh -huh. És hiába van két gyerekem, akivel igyekszem a világon a leges többet foglalkozni, mégis van bennem egy olyan, hogy én nem fekhetem le, amikor a gyerekek lefekszenek, hanem nekem fönn kell maradni, mert még ezt meg kell csinálni, meg azt meg kell csinálni. És, 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 és persze ezt próbálom, ezt, ezt így lenyugtatni. Nem, most nekem van egy estém. De ha van egy estém, akkor rögtön lelkisfehéret fordulásom van, hogy, hogy, ö, hogy ezt nekem nem szabad, mert nekem már meg kellett volna ezt vagy azt csinálni. Ez, ez lehet egy picit ilyen munkamáni részemről, vagy ilyen ma, túlzott maximalizmus, uh -huh. nem tudom. Hogyha ez sok éven keresztül megy, akkor hogy tudod azt megcsinálni, hogy ne ki az ember? Hanem mondjuk mindig legyen benned egy olyan kreativitás, amivel újat tudsz nyújtani. Ez azért van szerintem, mert azért mindig, tehát amikor, amikor eljutok egy ilyen csúcspontra, hogy már, már teljes, akkor, akkor a párommal lesz azért utazni Aha. két napra, vagy ilyesmi, és akkor, és akkor azért, azért igyekszünk pihenni, tehát én egyébként ki tudok kapcsolni, uh -huh. de, de otthon nem tudok kikapcsolni, mert nálunk otthon van a stúdió, otthon van az íróasztalom, tehát így, hogy nálunk otthon nagyon nehéz kikapcsolni, mert nem nincs egy ajtó, amit uh -huh. be tudok zárni, hogy akkor most ennyi. Tehát, hogy vagy énekelni akarok, vagy hangszeren akarok játszani, vagy, ö, vagy, a stúdióba akarok menni. Tehát, hogy van egy ilyen, igen, egy ilyen belülről jövő indítatás. De, de ki tudok kapcsolni nagyon ritkán, és most idén először ö, ö, szerencsére elutazunk külföldre, ami nagyon-nagyon régen nem volt. Nem volt én, úgyhogy, úgyhogy, azt például nagyon várom. Már előre is jó pihenni is. De <laughs> csak a... júniusban lesz, de mindegy. Na, már, már, most készítheted magadat arra pihenni. Készítem, készítem is, is, készítem is. De csak hogy a hallgatók is érezzék, hogy ez a nem tudsz kikapcsolni, ez hogy működik, hogy egy interjúban arról meséltél, hogy a, a gyerekeid annyira benne élnek ebbe, hogy volt egy koncert, ez nekem nagyon vicces volt, amikor a kislányod így oda ment a színpadhoz, hogy kérhet -e egy pohár vizet, és akkor Jö, igen. Igen. Annyira, annyira természetes volt neki, hogy te énekelsz, te dolgozol kvázi, csak hát nyilván nem tűnik fel neki. E, 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 Ez te hogy éled meg, hogy te örülsz annak, hogy, hogy ők ezt ennyire természetesen veszik, vagy pedig inkább úgy furcsa neked is a szituáció? Nem, nem, nekem, nekem tök természetes, és mm -hmm. nekik is. Tehát, hogy... hogy Ugye először nem vették észre, hogy én mivel foglalkozom, mert nem uh -huh. mindig vittük magunkkal őket minden koncertre, mert ugye nálunk ugye az a speciális eset van, sajnos és szerencsére, hogy ugye a legtöbb koncertet együtt játszunk. Tehát magyarán én nem tudok közben vigyázni a gyerekeimre, miközben a színpadon vagyok, és az apuka is a színpadon van. Tehát ez, uh -huh. ez így megoldhatatlan is. És... Tehát az én gyerekeim nem olyanok, akiket le lehet így ültetni, hogy egy órát ott ülsz és rajzolgatsz a színpad mellett, mert, mert biztos, hogy nem maradna ott. <laughs> Tehát magyarán, amikor kicsik voltak, akkor őket mindig vagy valakivel kellett, hogy jöjjenek, vagy, mm. vagy, vagy, vagy a nagymamánál voltak, stb. Most egy picit más, mert már ugye is mind a ketten iskolások, és most meg ki lehet kérni a véleményüket. Tehát sokszor vagy nem sokszor mindig is megkérde őket, hogy miről mit gondolnak, és nagyon sokszor figyelembe vesszük. A kislányom rettentően tehetséges az íráshoz, meg a rajzhoz, tehát ő, ő, ő már most úgy áll az egészhez, hogy simán elbírom képzelni, hogy a következő könyvet ő fogja illusztrálni, mert egyszerűen annyira jó meglátásai vannak, és, és, és neki ez tök természetes, hogy, hogy, hogy ezt lehet csinálni, hogy ez valami, amit lehet csinálni. Ugye ez egy komplett családi vállalkozás lesz a végére. Nem, nem tudom. <laughs> Pároddal együtt zenéltek a kislányod közben, illusztrálja az egészet, úgyhogy abszolút megvan. Amerika az egy picit csatoljak vissza, mert ezen gondolkodtam, hogy rengeteg uh, magyar, akár színészről legyen szó, zenészről, azért mindenkinek az életében egyszer felbukkan az, hogy na, akkor szerencsét próbál Amerikába a nagy, nagy hazába, és hát ha egy karrier fel tud lendülni. És én ezt szeretném úgy, úgy, megérteni, hogy amit te is elmondtál, hogy azért ott nagyon hamar kiderül, hogy az embernek nagyon hajtania kell, hogy pótolható, stb. Akkor miért van mégis ez a, ez a vágy, vagy ez a, ez a, ez, a, szikra az emberekben, hogy akkor én ott hát, ha, szerencsét találok, vagy, vagy Amerikában találom meg majd a karrieremet? Nálad ez én, hogy volt? Hát nagyon sok filmet láttam, ami, ami, ami úgy kezdődik, mit tudom én, Barbra Streisand, és uh -huh. akkor bemegyek egy kis klubba, a Village-be, és meglátják, meghallják, és akkor, és amikor kimentem New Yorkba, rájöttem, hogy lehet, hogy ez régebben így volt, 20-as, -30 30-as években, de hát amikor én kimentem, akkor már nem úgy volt. Uh -huh. És hát a világ minden tájáról a tehetségek oda mennek, és Los Angelesbe, és akkor több millió, tehetséges ember ott próbál, persze, hiszen hogyha ott, uh, when you make it there, you make it <laughs> anywhere, vagy Igen. everywhere. Tehát, hogy magyarán, hogy, hogy ez, ez egy olyan hely, ahol ne, ha neked sikerül, akkor, akkor, akkor egy világ siker uh, lehet. Tehát az ember persze, hogy nem Tokióba megy uh, színészkedni. Úgyhogy ez, ez ezért, és nekem is ugye volt bennem egy ilyen amerikai álom, és azt gondoltam, hogy erre a legjobb uh, út az, hogy elmegyek egy színiskolába, és én már úgy mentem egy színiskolába, hogy én már közben itthon mögöttem volt egy csomó sikers, sőt a színművészeti főiskolát Igen. szakítottam meg ezzel. Érdekes ez, hogy, hogy ez hogy alakul az emberek életében, meg egyáltalán, hogy utána, hogy ez a csalódás, vagy hát nem tudom, hogy a te életedben ez csalódás volt-e, egy ilyen nagy csalódás, de hogy utána ezt az ember hogy dolgozza fel, hogy vissza... Most nagyon csúnyán fogom illusztrálni így szavakkal, de hogy visszakullok Magyarországra, és akkor jó, hát akkor nézzük meg, hogy mi van itt. Vagy pedig vesz egy levegőt, és akkor kezdjük előről. Ö Jutólag azt mondom, hogy ez az egész Amerika nekem egyáltalán nem volt csalódás. Uh -huh. Csak arra döbbentem rá, hogy nem ez az én utam. Tehát maga a Broadway. Aha. E, valószínűleg jobban jártam volna a Los Angelesbe megyek. De hát ezt akkor az ember még nem tudja. Tehát én, én abszolút abban gondolkodtam, hogy én, mint a zenés színház titánja, úttörője. <laughs> És akkor rájössz, hogy nagyon szűkek a, a, a keretek. És ezekben uh -huh. a keretekben bizonyos dolgokban beleférek, bizonyos dolgokban nem. Tehát azt gondolom, hogy nem sok magyar színésznő, mondhatja el magáról, hogy hogy Pennsylvániai uh, Off-Broadway turnén három hónapon keresztül Mária Magdolnát játszott a Jézus Krisztus szupersztárban. Tehát azért nem lehet azt mondani, hogy kudarcot vallottam, hiszen uh -huh. olyan uh, szerepet kaphattam meg, amit nem tudom, hogy kapott meg előttem, meg, a, a, meg utánam bárki, de, de a, Annál a turnénál jöttem rá, hogy nem nekem való az, hogy én, éve, hogy én arra ö, hajazzak, hogy évi 800-szor eljátszom tök ugyanazt a szerepet X éven keresztül. Tehát, hogy azt gondoltam, és visszautalok megint a beszélgetés elejére, uh -huh. hogy nem ez az én utam. Uh -huh. Hogy bennem és ez most nagyon-nagyon rossz lesz, hogy több van, de, de ez megint Nem. egy rossz kifejezés, hiszen, hiszen ez csodálatos dolog, és világsztárok játszanak a, a broadway évekig dolgokat, és utána mennek filmet forgatni, tehát még ezt sem mondanám. Tehát szerintem egészen más úgy menni a Broadway-re, hogy te amúgy már egy filmsztár vagy, és te vagy, mit tudom én, tehát, hogy már nem, tehát uh -huh. máshol csinálták a karriert, és akkor kiírják, hogy XY egy évig most ezt a musicalt uh -huh. játsza a broadway vagy egy évig Las vegas játsz ezt a show és ugye világsztárok csinálják ezt. Egészen más világsztárként azt mondanom jó, most én egy évig eszem, és közben nevelgetem a gyerekeimet, tök uh -huh. jó lesz New York, vagy tök jó lesz Las Vegas. Olyan anyagi körülmények között, ami számunkra teljesen felfoghatatlan, uh -huh. közben anyukat tudok lenni, és esténként bemegyek a színházba. De alulról Jöve. Uh -huh. Ö, azt éreztem, hát ugye ez 21 éves koromban mentem ki Amerikába, azt éreztem, hogy én én nem ezt szeretném a következő húsz évben csinálni, hogy engem nem vezet ez az út oda, ahova, ahol én lenni szeretnék. És utólag, amikor visszanézek, akkor életem egyik legjobb döntése volt elmenni, és a legjobb döntése volt visszajönni. Tehát az a három év, az nekem rettentő jó volt. Nagyon sokat tanultam, felnőttem igazából, tehát megtanultam nagyon magas szinten angolul, kinyílt a, világra való rálátásom, és arra is, tehát azt is megláttam, hogy, 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 hogy nem az az én utam. Tudsz így rangsor tenni, hogy mit szeretsz a legjobban? Hogy zenélni, színészkedni, vagy pedig, hát mondtad a filmszerepeket is, hogy ezt nagyon szereted, de ezt rangsorba tudod tenni, hogy melyik a legjobb? Hát, nem szeretném igazából. Persze, most az, hogyha nagyon kéne rangsorolni, akkor, akkor azt mondanám, hogy zene, és akkor uh -huh. azon belül minden. Uh -huh. mert, mert nálam minden a zenéből indul ki. Tehát, tehát, nem véletlen, hogy a Csodakrakóban című filmben is, amikor bekerültem, akkor nem is azért kerültem be, nem az énekes mi voltam miatt. Szerintem a rendező Gródini nem is biztos, hogy a, sőt, nem, 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 is nagyon hallott engem énekelni korábban, hanem hát egy napon keresztül az összes jelenetet eljátszatta be. És akkor, amikor bekerültem, akkor, akkor nekem volt az az ötletem, hogy de figyelj, van egy tánc benne, és ott mi lesz a zene majd és mondta, hogy hát még nem tudja valami így is dalt, keresgél, és akkor nekem oda volt egy ötletem, hogy egy Kicsi Csizmácskák című e, zsidó dalocska, hogy ez mennyire izgalmas volna, és nem valami olyan elcsépelt dal, amit hát már százszor felhasználtak nagyon sok filmben, mint a szólakakas például. Uh -huh. És és akkor, és akkor ez nagyon-nagyon izgalmas volt, mert, mert akkor ez a dal kapcsán én, mint énekes és egy picit részt vehettem a filmben, meg bevittem a Budapest Klezmer bandet, a Klezmetics, tehát hogy több, több verzióban uh -huh. elhangzik ez a dal a filmben. Szóval én azt mondanám, hogy a zene. A zene. De nem véletlen, hogy hogy ebben az időmanós produkciónban is, hát amire most a leginkább készülök, március 7-én, ezt úgy, úgy csináltam meg, hogy ugye hát a zene a fő, tehát ez egy mesekoncert, de Igen. mégis én, én szerepbe bújok. Mert azt tettem észre, hogy a gyerekeknél ez nagyon-nagyon működik. Tehát, hogyha én egy, egy, egy ügyetlen manó vagyok, aki, aki ugyanannyira ügyetlen, mint egy gyerek, tehát elront dolgokat, összezavar dolgokat, csak egy picit lök meg valamit, de közben az egész világ szétesik tőle, akkor, akkor egy olyan bizalom tud kialakulni a gyerekközönség is köztem, ami, ami, által magammal tudom rántani őket, és akkor én bele tudom vinni az előadásba a színészi mi voltomat is, azt is, hogy, 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 hogy tánc, nagyon sokféle táncformát tudok mutatni nekik, tehát stepperek az előadásba például, mindenféle táncok vannak benne, de, de, közben mégis nagyon sok interaktív játékot bele tudok építeni, és hát ami a különlegesség egyébként ennek az előadásnak, hogy csináltunk hozzá Horváth Rékával egy olyan multimédiás vetítést, ami azt gondolom, hogy eléggé újszerű uh -huh. ebben a műfajban, legalábbis én még nem láttam, hogy én nem csak a gyerekekkel kerülök interakcióba, hanem a vászonnal is. Hm. Ez, ez most kicsit titokzatosan hangzik, de ezt a hallgatókra is bízzuk, hogy mi ez. Viszont az egy érdekes kérdés, és azt, fog, azt szeretném megfogni egy picit, hogy hogy van egy művészi pályád, éled az életedet, a karrieredet, és egyszer csak egy olyan szerepbe kell bújnod, hogy tényleg gyerekekkel foglalkozol, és, és elkezdesz gyerekdalokat írni, és, és ez, egy, ez, ez, ez egy egészen más szegmens, mint amit előtte csináltál. Ez hogy történik nálad? Ez hét évvel ezelőtt történt, és nagyon fontos azt elmondani, hogy nem az történt, hogy egy új szerepbe bújtam, ahogy te mondtad. Egyébként az időmanónál valóban így van, de a gyerekkoncert az nem így van. Tehát, hogy pont az, hogy nem bújhatok szerepbe, nem bújhatok el egy szerep mögé, hanem magamat kell adnom a gyerekeknek, és hát ez egy nagy kérdés volt, soha nem felejtem el az első koncertemet, 2013. április 10-én volt, amikor mielőtt kimentem volna a színpadra, az volt az első koncertem a Klebersberg Kulturkúriában. Hát azon izgultam, hogy el fognak-e fogadni a gyerekek, mert uh -huh. hát náluk őszintébb közönség ugye nem létezik. Tehát ha nem tetszik nekik, vagy unatkoznak, vagy kimennek, vagy hátat fordítanak, tehát hogy őket, ők nem fognak udvariaskodni De ezt te találtad ki, hogy gyerekkoncertet fogsz adni? képzeld el, hogy, hogy én játszottam egy darab gyerekelőadásban Amerikában. És, és hm, jól éreztem benne magam, de valahogy így nem gondoltam, hogy én valaha uh -huh. még gyerekeknek fogok játszani. Hazajöttem, akkor ugye nagyon sok minden volt velem, hát ezt most ne soroljuk föl, tehát tényleg a fantomtól a Budapest klezmer vendég, és akkor egyszer csak megismertem valakit, hát az a annyi volt, aki, akivel ugye, hát most már nagyon sok éve mert hát egy boldog párkapcsolatban vagyunk, és megszületett az első gyerek, meg második gyerek, és akkor közben elkezdtek nekem súsmorogni, de miért nem Énekez gyerekeknek, és akkor olyan furcsa volt, hogy azért kéne nekem gyerekeknek énekelni, mert vannak gyerekeim. Uh -huh. Mert jó az ember a saját gyerekeinek otthon énekel. És én rengeteget énekeltem, sőt, meselemezeket készítettünk otthon, magán, hát nem se, hogy nem lett kiadva, csak a gyerekek születésnapjára. Így van. Mm -hmm. Mert mit tudom én, a kislányom, az csak arról volt hajlandó elaludni, hogy én a, a magyar népdalokat énekeltem, és ezért csináltunk neki a második szülinapjára egy olyan lemezt, amin száz magyar népdal. És akkor, amikor már én nagyon kész voltam, akkor beraktam, és akkor ő nagyon boldog volt. <laughs> és akkor így, így szülinapokra készítettünk ilyen lemezeket, és akkor... A pusmokták, pusmokták, és akkor egyszer csak így mondtam, hogy én akkor fogok gyereklemezt készíteni, ha olyat tudok csinálni, amit még más nem csinált. Valami újdonság. Tehát beállni abba a sorba, hogy na én is csinálok egy gyereklemezt, mert születtek gyerekeim, ezt nem akartam. Uh -huh. És akkor jött az ötlet, amikor a kislányom óvodába ment, és elkezdték érdekelni a betűk három, három évesen hogy hát keresgéltem a könyvesboltban, lemezboltokban még akkor, hogy, hogy, hogy felelhető-e olyan zenéi anyag, ami, ami ilyen piciknek való, és a betűkről szól, és nem volt ilyen. Hanem általában olyan ö, anyagok voltak, amik inkább kisiskolásoknak szóltak. Uh -huh. A Gyűgös Gunár Gedeon, tehát ami, 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 ami ezt már majd, nem olvasni kell tudni. És, és akkor jöttem rá, hogy itt, itt van egy, ö, egy, egy hiány, ö, és, és van, egy, van egy izgalmas dolog, amiről lehetne nem ezt készíteni. És, és így jött az állati zenés, hm. ABC. És aztán igazából, ahogy az elején, meg a beszélgetésünk elején mondtad, ez egy ilyen hatalmas, nagy ilyen felével is volt neked, mert amiatt kaptad a diadat is, amire előtte már vágytál volna mondjuk. É, nagyon érdekes, hogy ez, ez tényleg hogy alakul az ember életében, de. Tehát magadra találtál benne? Én nagyon magamra találtam, és, és az, hogy elfogadtak a gyerekek olyannak, amilyen vagyok és hogy nekik én megmutathatom a gyengeségeimet is. Tehát, hogy az, amikor azt mondom, hogy belebújok az időmanó bőrébe, uh -huh. az na, az egy kifejezés. De igazából igazából akkor tudok én magam lenni. Tehát uh -huh. igenis én, a fölpattanok a hoverboardra, és ott körözöm a színpadon, és leesem róla, és gurulok hármat, nem fognak kevésbé szeretni a gyerekek, sőt. Tehát, hogy inkább tudok önmagam lenni. Tehát a gyerekekkel úgy érzem, hogy hogy, hogy, hogy nagyon elfogadtak, nagyon, nagyon boldog vagyok, amikor megyek koncertre, és nagyon boldog vagyok, hogy tényleg vannak olyan gyerekek, akik az összes lemezemnek, az összes dalát. Most azt képzeld el, hogy eddig készítettünk 80 gyerekdal, de körülbelül, tehát, hogy, hogy uh -huh. ugye, ha 46 plusz Na mindegy, nem tudom. Szóval nem tudom, tehát hogy a három lemezen az összes Igen. dal, mégis még azon kívül is. És van olyan gyerek, aki eljön, és végigénekli az egész műsort, és utána oda jönnek, megölelnek, és el nem engednek, és megsimogatnak, és azt szóval, mondják, hogy jaj, te szép vagy, jaj, te jó vagy. Hát az a dal, amikor azt énekelted, és, és tudod, amikor azt érzed, hogy na, ez az igazi dicséret. Ez így feltöltégen, nem? Hát, nagyon. van <laughs> is. Nagyon, úgyhogy nagyon-nagyon mm -hmm. örömmel csinálom, és, és a másik fele meg az, hogy, hogy, hogy ami, ami nagyon jó, hogy a szülők is oda jönnek hozzám. Mm -hmm. Hiszen amikor a gyerek hallgatni akarja a kocsiban a lemezeimet, akkor a szülőnek is hallgatnia kell. Tehát nem mindegy, hogy milyen. Nem mindegy, milyen a hangszerelés, Öm, és, és megint uh, um, itt most nem, nem, azért, ez nem az én érdemem, hanem a Anyé, aki a zeneszerző, a hegyi gyuri, aki a szövegíró, és most ezen az utolsó időradír lemezen, amúgy uh, uh, még dolgoztunk a Barodanival. Uh -huh. uh, földolgoztunk egy csodálatos vörös Sándor verset, és hát akit mindenképpen meg kell említenem, Marék Veronika, uh -huh. aki hát azért nem sűrűn ér. Uh, azt, azt lehet mondani, hogy egy, tényleg egy, egy, egy fantasztikus szerző, ugye a Boribon sorozat, úgy kockás fülű nyúl, akkor a tip, tip top tehát akinek kisgyerekei vannak, nincs olyan, amit ezek, van. akkor ismered ezeket. Igen. Tehát, hogy hogy, 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 végülis egy legenda, és hát olyan dalokat többek között az időfolyót, amit majd úgy tudom, le fogtok játszani. Igen. Ennek írt a szövegét, hogy, hogy Azért kevesen tudnak úgy írni, hogy egyszerűen, hogy még egy gyerek is megértse, és a szülő meg besér tőle. Uh -huh. ez, ez az igazi művészet. <laughs> és az annyi, meg olyan zenét tud ráírni, hogy szintén azt gondolom, hogy egy egy felnőtt is ö, ö, át tudja élni, és a gyerek is. És ezért azt gondolom, hogy igazából mondhatjuk azt, hogy ez egy gyerekkoncert. Uh -huh. De igazából nem, mert családi koncert, tehát hogy bízom benne, hogy, hogy, hogy mindenki tudja élvezni a családból. Na most, most így, hogy a beszélgetésünk végére érünk, így nagyon sokszor elhangzott az, hogy mi a te életutad. És már az elején elhatároztam, hogy majd ez lesz az záró kérdésem, hogy akkor te meg tudod-e azt fogalmazni, hogy mi a te életutad? Most már így azért látod-e magad előtt, sok minden van mögötted. Ennek kapcsán most már úgy el tudod-e mondani, vagy még mindig az a, ez, a, ez az ilyen ösztönös, inkább ilyen menetelés előre megy? Hát, én én bízom benne, hogy még nem vagyok a, a csúcson, mert az szerintem az nagyon elkeserítő volna. Tehát, hogy nekem még annyi tervem van, meg annyi ötletem, ja. amit meg szeretnék valósítani a gyerekműfajban is, uh -huh. színházban is, tényleg azt gondolom, hogy még nem késő, hogy esetleg filmben is még játszak, és, és hát tényleg ez a kortárs projekt, amibe amiben belekeztünk, ez, ez, ezek nagyon-nagyon komoly feladatok. És, és úgy érzem, hogy ha még vannak feladataim, és, és, és tudok többet mondani az embereknek, az, az, az nekem is nagyon-nagyon jó. Úgyhogy nem, nem tudom összefoglalni, nem, nem tartok én még, még talán, talán csak a közepén sem. <laughs> én is remélem, tényleg <laughs> úgy legyen, remélem. Úgy legyen. Még egy nagyon rövid kérdés, hogy az azért egy tanulsága nekem ennek a beszélgetésnek, hogy. Te is sok olyan momentum volt, amikor, amikor te is úgy érezted, és ezt megfogalmaztad, hogy nem vették észre az értéket. Te tudsz ezért dolgozni, hogy észrevegyék? Vagy, vagy van erre egy, hát nem is tudom, hogy, hogy lehet ezt jól megfogalmazni, van erre orvosság, hogy az emberek úgy rádöbbenjenek arra, hogy jé, én te eddig ezt nem tudtam, hogy ez érték, de most már tudom, vagy észrevettem. Um, tehát, hogy ez, 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 ez több, több, mindent vet föl. Uh, ha, a diakra gondolsz, akkor azt a szakmának kell észrevennie. Na most a szakma sokszor azért nem vesz észre, mert én kereteken kívül működök. Ez azt uh -huh. jelenti, hogyha én valaha leszerződtem volna vala, valamelyik színházhoz, akkor ugye mondjuk egy Jászlói uh -huh. díj, amit most már nem fogok megkapni, <gül> 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 ugye a fiatal színészeknek osztogatják, az például az igazgató a x edik ja, szerep után uh -huh. fölterjeszti. Mindenhol ez történik. Tehát, nekem ugye nincs főnököm, én vagyok a saját cégem ügyvezetője, és találom ki a projekteket, és pályázok mindenre külön. Ugye nálam ez addig tud működni, addig tudok saját magamúra lenni ebből a szempontból, ameddig mondjuk létezik egy nemzeti kulturális alap, uh -huh. és tudunk pályázni oda. Amikor nem tudunk pályázni, akkor ez a fajta függetlenség, ez ez. Átalakul, megszűnik, lehet, hogy rákényszerülök, hogy beolvadjak egy szervezetbe, és lehet, hogy egyébként jobban észreveszik. Valószínűleg a, a művésztársadalom nem jár vele jól, ha én beolvadok, mert, mert nem, nem hiszem, hogy bárkinek jó volna. De most általánosságban a társadalomra is a gondoltam. Általánosságban nagyon sokat dolgozom azon, hogy észrevegyék, amit csinálok. Azt gondolom, hogy a, a különböző médiafelületek segítségével, uh -huh. ami, ami ugye állt az internet, a Facebook, a, a, a mindenféle ilyen dolog. Én nagyon próbálok up-to-date lenni ezekben a dolgokban, és és nagyon nagy energiákat fektetek abban, hogy, hogy lássák, hogy észrevegyék, amit csinálok. Aztán, hogy észreveszik-e, hát én bízom benne, nagyon-nagyon, ugye nagyon sok program közül lehet mindig választani. Uh -huh. Tehát ez is olyan, hogy ugye most én csinálok egy farsangi előadást, ami dupla előadás lesz a Market bazárban, és hát nagyon remélem, hogy a sok farsangi program közül ez ki fog tűnni. Ki fog tűnni, hogy ez, ez egy koncert, ez nem csak egy koncert, mert multimédiás, nem csak multimédiás, de állatkészítéssel is várjuk a gyerekeket, tehát persze nagyon-nagyon sok helyen ott kell ahhoz lenni, hogy, hogy kitűnjön, de... Én, én, én bízom benne, hogy, 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 hogy meglátják, észreveszik a sok program közül azt, hogy na, ezt talán érdemes megnézni. Úgy legyen. És én sokkal nagyobb sikereket kívánok, mint amiket eddig elértél, úgyhogy nagyon köszönöm. még az élet. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm. Köszönöm. szépen, Eszter, hogy eljöttél hozzánk.